Már 2012-ben is feltett szándéka volt, hogy tovább erősödjön az egyetemek és a bírósági szervezet kapcsolata. Emeteki köszöntőjében a dékáni találkozón Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke. A most aláírt együttműködési megállapodás három pillérre épül. Az egyik a bírák továbbképzése vonatkozásában a Verbőci Universitas programnak az elindítása, amelynek keretében bíró kollégáknak a szakjogász képzését támogatja majd az Országos Bírósági Hivatal. A második terület, ahol számítunk a jogi karokra, azok bírósági igazgatást, bírósági szervezetrendszert érintő kérdéseknek a kutatása, és végül az együttműködésnek egyfajta jelképeként indítjuk útjára a Bírósági Szemle című tudományos folyóiratot. Ennek a szerkesztőbizottságában vesznek részt a jogi karok dékánjai, valamint a Közszolgálati Egyetem rektora. A Pécsi Egyetem, Pécsi Jogi Kar, illetve a pécsi hallgatók számára egyformán fontos, hogy kutatásokban közre tudjanak működni. Hogyha gyakorló jogász kollégák tudnak bekapcsolódni a posztgraduális képzéseinkbe, ez biztosan serkentőleg fog hatni a Pécsi Jogi Karra, és arról ne feledkezzünk meg, hogyha egy új folyóirat indul, egy szakmai folyóirat, egy névós folyóirat, abban pedig az oktató-kutató kollégáknak kell látnia a lehetőséget, a perspektívát. Nagyon fontos mind a képzés, mind az oktatás terén ez az együttműködés. Ennek a tudományos kapcsolatrendszernek ugye az egyik pillére az a folyóirat, amelynek az alapítására ma sor fog kerülni. Nagyon fontosnak tartjuk és nagyon üdvözítőnek tartjuk, hogy a gyakorló jogászok számára is a tudományos tevékenység orientációja ezáltal megtörténik, mind a gyakorlati, mind az elméleti publikációk ebből a szemlében nyilván meg fognak jelenni. A Károli Gáspár Református Egyetem a kutatási együttműködésben érdekelt leginkább. Nagyon látványos kutatási programjaink vannak, és ezek elsősorban a modern technológiák, digitalizáció és a jó kapcsolatát vizsgálják. Úgy gondolom, hogy ez a bíróságok számára is nagyon aktuális témakör, és miután ennek nincs még olyan nagyon komoly irodalma, nem tekint régi időre vissza ez a témakör, ezért azt gondolom, hogy itt bőven van együttműködésre lehetőség. A jogi karok egyébként már eddig is szoros kapcsolatot ápoltak az UBH-val és a helyi törvényszékekkel is. A dékáni találkozó résztvevői szerint azonban a megállapodással új fejezet kezdődik az együttműködésben.